hogyha piros, akkor nem mehetünk át az átjáron. Jó? Tehát ezt a két szintet szegyezzétek meg, hogyha piros nem megyünk, ha zöld, akkor megyünk. Jó? A helyi rendőrség munkatársa elmagyarázta a kicsiknek, hogy mit kell tenni gyalogosként a forgalomban. Az egység ma délelőtt kiszállt a Zsibongó napközibe, hogy bemutassa autóját és felszerelését. A tanintézmény 4-5 évesei kíváncsian figyelték a gumibotot, a bilincset, ezeket kézbe is vehették, körbeadták, megtapogatták. A rendőrség egyébként rendszeresen eljár a város óvodáiba, iskoláiba, hogy tájékoztatást adjon a helyes, gyalogos közlekedésről. A polgármester hivatal és az alakulat egy közös kampányba kezdett, ezek egyike volt a mai megmozdulás is, de nem csak az épület falai között, vagy annak udvarán magyaráztak a gyalogos átkelőknél, élesben is bemutatták, melyek azok az írott és íratlan szabályok, amelyeket a kisdiákok napközisek be kell tartsanak, mielőtt átkelnek az úttesten. Arra is felhívták a figyelmet, hogy bízzanak bennük, s ha bajba kerülnek, netán eltévedtek, merjenek oda menni hozzuk, és mondják el panaszaikat, problémáikat. A helyi rendőrség különös fontossággal odafigyel az iskolák és az óvodák környékén lévő átjárókra, és éppen ezért a polgármesteri hivatallal közösségen olyan kampányt fogtunk, amelyel tudjuk értesíteni és tanítani a gyerekeket arra, hogy bizalommal forduljanak a rendőrökhez, ugye a helyi vagy a nemzeti rendőrséghez. Ugyanakkor elmagyarázzuk a gyerekeknek a táblák jelentését. László Szabolcs, az alakulat vezetője azt mondja, tapasztalataik szerint a város iskoláiba járó diákok nem igazán tudják a helyes közlekedés alapszabályait, ezért kiemelten fontosnak tartják az ilyen felkészítőket. A rendőrök mai akciója végén a napközisek közelről is meghallgathatták, hogyan szirénázik a helyi rendőrség autója.